Mit kapott? Elektrosok. Mi Ott írtam egyébként egy nagyon jó Nem bírom. Ezt nem bírom, szóval... Na, akkor felolvastám a hírt, amíg magadhoz tényleg. Egy következő milyen jó híreket akarsz hallani először, vagy rosszakat? Jókat, jó? A frisshírek.hu állandóan forszírozom, hogy iratkozzanak fel. Iratkozom. van valami sikere, akkor te elmondtad, hogy iratkozzanak fel. Rögtön, iratkozzanak. rögtön feliratkoztak 5000-en. És itt nézem a listát, mert kinyom, kinyomtattam magamnak, vagy kiírtam magamnak a képernyőre, és képzeld el, hogy a legnézettebb műsorunk az már 97 ezer megtekintésnél tart. Na, azért ez a hazai youtuberek között, ez nem egy olyan, ez az közöttük nem egy nagy dolog tehát a, az első tízben sem vagyunk benne, de azért ahhoz képest, hogy nem olyan régen csináljuk, ahhoz képest nagyon jó, és a, az oldal meg túljutott Mennyi a 20 ezer feliratkozón. Mennyi volna, ami már úgy jelentős teljesítmény lenne? Hát egy 150-200 ezer, az hát már kimagasló lenne. Mindenki hozol magával egy embert, ez valami Ötől. választási. Az Orbán volt a két forduló ő között. Mondta, ott a... no, igen. Persze, persze. Mindenki hozza magával, na mindegy. A lényeg az, hogy Na, a héten... Végre, a múltkor kiszáradtam, egy lényeg a héten, A héten volt egy ötös a lottón Tudod a számokat? 6 milliárd, azt nem tudom. Én nagyon fontos, mert elfelejtettem lottozni, és ilyenkor teljes vázban ah, vagyok, hogy kihúzzák a 6 milliárd, 523 a... millió, mindegy. Tehát több mint 6,5 milliárdnál, milliárdnál több. A dolog azért nagyon érdekes, mert 2004-ben, ha, ha jól emlékszem arra, hogy mit írt fel az Ágnes, jelent meg a kedvenc könyvem. Az volt a cím, hogy vágyaim listája. Ez a vágyaim listája fölírta azt is, hogy Grégoire Delacour nevű. De la Cour. De la, nevű la Cour, de la cour. Nem de la cour mondom, de la Cour, nem de la cour. De, 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 la. de, la de la. La. Mindegy, hát most mit? Jó, majd megkérdezem a lányomat. Számfelén megkérdeszheted a lányodat. Ott francia. Nekem van, van középfokú nyelvű, ha a lányodat. Ő megbeszél. Hát ilyen hülye, de ki van nyelvvizsgálja. Hát ismer a <tris> aki árulta. <whole> <temets> <coughs> no, a dolog lényeg. <coughs> ne, no. a lényeg az, a lényeg az, hogy ez egy zseniális ez egy zzyen... ecc... zseniális könyv volt. Essa sem érti az És szerintem azért volt zseniális, mert minden ember elgondolkodik azon, hogy mi volna, mi volna akkor, ha megütni a főnyereményt, és hazavinnék például most ezt a 6,5 milliárdot. Te is nem ezen. Kell, igen, majd elmondom, de neked mi van az első gondolatod, hogy mit vegyél? Nem tudom, annyira érdekelne, csak udvariasságból kérdezem. Gondolkodtál? Nem? Jó. Nem, Na, nem sem, nem, 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 nem érdekel. Jó, helyes. Na, Mondjam, franca, ez a, a könyv arról szól, hogy sze, ez a pasas, aki, ez a uh, Gregoire, akárki, ez öt könyvet már megít, a kutya nem foglalkozott vele. És szerintem az olyan, mintha mi ketten ülnénk egy sörözőben, és azt mondanád nekem, hogy figyelj, Henrik, írtál már 31 könyvet, de miért nem egy olyat, amiből film készül, színházi adaptáció, és milliókat hoz, és vezeti a slágerlistát. És akkor azt mondaná neked, de nem mondanám, mert hangosan gondolkodnék, ugye mi lenne az, ami felvillanyozza az olvasó közönséget, és erre mondjuk te azt mondanád, hogy például valaki megnyeri a lottó ötöst, itt az euró van szó, tehát e, euróban van szó százmilliókról, és azt mondja, jó, írok egy könyvet. Ki legyen a főszereplő? Egy francia e, háziasszony. Mi legyen a dolga? Egy, egy, egy rövidáró kereskedést vezessen. Hol? Egy francia kisvárosban. Megnyeri, és fő összeírja, és ez a lényeg, vágyaim listája. Megnyeri a több százmillió eurót, és mi, mi az első a vágyai listáján? Ez a fantasztikus. Egy gőzvasaló. 80 euróért. Igen, mesélte, csak elfelejtettem a ápolni. Igen, igen. igen. igen és a férjének egyszer. pedig egy használt jaguár. Igen. Nem, az nem, ebben nem vagyok biztos, de valami ilyesmi. És onnantól kezdve elmondom a végét, mert, mert úgy sem lehet kapni már ezt a könyvet. A vége az, hogy a, a férj ellopja a, 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 a nyertes szelvényt, lelép, összejön prosztikkal de nem áll fel neki, megveszi a legmárkásabb ruhákat, de nem tudja hordani, elmegy a luxus étterembe, de nem tudja, hogy mit rendeljen, és melyik oldalról kell kezdeni az ebőeszközökkel, és a végén felakasztja magát. Igen. Zseniális. De igen, teljesen logikus a történet. Zseniális, zseniális. Mm. Zseni Na, én neked el elmondom, hogy én. Én figyelj, én most őszintén mondom. Végig gondoltam. Én is végig gondoltam. Megint csinálnék egy magánegyetemet. Igen? Igen. És azoknak a megafonos magyar nemzetes hírtévés, <laughs> szerencsétlen fajzatoknak csinálnék ingyenes ingyenes Átképezném őket normális újságíróvá. Ez okra, nem, de ezeknek, ez de mondom. Harry, de most egy picit várj meg, amit mondok. Na. Ezeknek nem egyetemet kell csinálni, hogy átképezdőket, hanem fizetni kell. Ezek pénzért hülyék. Hát ezt én tudom? Ezek ezek nem tudás hiányból hülyék, ezek pénzért. Ezek prostituáltak. Ezek Kéne egy alapítvány, többet kéne fizetned nekik, mint az Orbán, és akkor azt mondanák, amit te, Á, te akarsz. Fidej, de hogy nem? Itt van ez a magyar Péter jelenség. Nyilván mindenki tudja, hogy a lemondott Novák katalin volt igazságügyminiszter férje. Nem a vargának. Azt, a varga vagy a vargának. A mindegy, nem mindegy. A Novák katalin a férje hát a lezredő. Hát hülyeséget beszélsz, hát, akkor de nem nem hülyeségbe, a tök mindegy. Nem tök mindegy, mindegy hogy ki a férje. Pár, a... Nekik is mindegy, hogy melyik. Mindegy. Akkor a varga itt volt, és azt mondta ez a magyar Péter, hogy a megafonosok, így, megafonosok közt is van ismerőse, Barátok, igen, akivel akik. beszélő viszonyban Nekem volt, is. és a Hud Gergely, aki egyébként tanítványon, hát ez ilyen lesz. nincs a világon se, az belelőné családostul a Dunába. Hát ezt hát finomabban fogalmaztam meg. Két... Hogy? Hát, e, volt, nem az volt két a lényege? Ma... A lényege ez volt, de hát azért sokkal finomabb volt. Sokkal finomabb a a hudgerge. Hát, nem. nem a Hud Gergely, hanem a magyar, ahogy ezt leírta. Hát tök Tehát, hogy szíve szerint az szerint... Hát az marhára nem mindegy. Tehát... Igen, volt, volt, volt te már kivégzésen. Ezt nem tanítottad? Nem. Nem, nem voltam. Egyébként ez néha olyan, amikor veled beszélek, például tegnap este 9 és 10 óra között, az olyan volt, mint egy kivégzés. Barzasztó. Egyébként egyszer, egyszer játszottunk kivégzést. Emlékszem, katona volt. Hát jó, jó, jó <síns> Ne, egy menet gyakorlat volt, 15 km. Menet gyakorlat volt, meleg Istenem. Menet, Na mindegy. Menne gyakorlat, volt teljes felszerelés, minden. Ásó, vegy, vegy, vegyvédelmi felszerelés, géppisztoly, minden. Mentünk az erdőben, és azt mondta az egyik srác, ez 69-71 között, a vietnámi háború idején, azt mondja, játszunk kivégzést. Volt egy gyerek, megfogtuk, levet köztettük gatyára, hozzá kötöttük egy fához, derékszíjjal, és fölállt egy kivégző hoztak, az üres AKM-el. Ezt a idióták hát, hát, Nem, azoktól, vagy, hogy elküldtük a mamájának a képet. Nagyon, nagyon okosak vagytok. És a gyerek az vicces, viccesnek találta persze, ezt, hogy ahol tehát bele? ő, persze, ő jelentkezett, hogy Jó, szeretne, tehát akkor nem Szeretni áldozat lenni. De Henrik, akkor még volt halálbüntetés akkoriban? Hát persze, a rendszerváltás idején. Ott ő, törölték el igen, ugye? rendszerváltás után. De Tehát azért... Na, és akkor, tehát iskolát csinálnál. Én, én, egyébként most megint nem azt fogom mondani, hogy álszent hülye demagóg barom vagyok, de én erről beszéltünk a feleségem, a sok, mi biztos, hogy csinálnánk egy gyerek otthont, ott bokoron. Azt, azt már korábban is volt egy nagy telkünk, egy 5 hektáros telkünk, amiről kiderült, hogy 7 és fél hektár, de csak azután derült, hogy a lakuk, 5 hektár áráért. És gyerek, ott be, nem a csinálnánk. A gyerek úgy, is, úgy, is, volt a besorolás. Na, a nálattok, otthon, az a könyv... Nem ott, nem ott fent a domból, Nem szerencsés, hol? Fent a Fentadom, baj. Akkor el. se szerencsés. A hát sok pénzbe, lehet iskolát meg. is. Hát Á, milyen, milyen? Nem igaz? tudom, nem tudom. Én csak városban engedném a gyerekeket kilépni. Ez lepíni. is igaz, mert igen. Meg nem, nem, ott, nem, ott van színház. Igen, igen, nem lehet szocializálódni. Jó, Jó igazad van. De hát nem is nyertem meg. Mondom a számokat. 4, 15, 47, 59, 83. Képzeld el, hogy volt. Egy volt egy, egy telefonom. Azt mondta, hogy a nevét nem mondjam meg, mert kényes ügyről van szó. Szóval a hugom felhívott. Csak azért mondom, nem havas, van asszony neve. Na mindegy. Kereszt neve. És azt mondta, hogy a hugom, akinek nem mondhatom meg a nevét, vagy képzeld el, látom, hogy egy csomó helyen facsemetéket ültetnek, tartottam egy közvéleménykutatást a cégemnél, és felhívtam egy-két embert, akiről gondoltam, hogy a faültetésben otthon van, hogy 50 dolgozóval, és én nyilván, tehát a hugom és 50 dolgozója elmennének önkéntesen fát ültetni. Na, ezt figyeld meg. Kapott egy karitatív csapatépítés elnevezésű cégtől egy ajánlatot, mire ezt válaszolta a hugom. Kedves Kata, Biztos én vagyok naív, de felháborítanak és cinikusnak tartom, hogy minden társadalmi munkában résztvevő dolgozó után fizesek 13.900 forintot. Ezek szerint cégünk... Nem, nem, nem értem. Tehát ő, ő felajánlotta ezt, hogy mennek ültetni, és volt egy közbeiktatott cég, egy ilyen... Igen, ezt ajánlott, karitatív ...karitatív, karitatív csapatépítés, csapat elnevező cég. És akkor... <coughs> De és ami... azt mondták, hogy fizessen a hugod. Igen, fizessen a hugom minden dolgozója után, aki ingyen elmegy dolgozni. Társadalmi munkámon? 13.900 forintot. Erre azt írja a hugom. Ezek szerint cégünk 50 dolgozója elmegy egy napra ingyen dolgozni, és ezért én, mint tulajdonos, fizessek 695.000 forint plusz áfát. Na most, első gondolat. Hát, hogy az édes jó annak, aki ezt a céget közbeiktatja. Nekem is ez volt az első gondolatom, de elmagyaráztam a húgomnak, aki nem jogot végzett, hanem szerencsét. Közgazdász? Hát igen. Tehát az nagyon messze van a, a, az egzakt dolgoktól. Persze. És mondtam, figyelj, ha a dolgozott belevágja az ásót vagy a kapát a lábába, ki a felelős a balesetért? Ki tart balesetvédelmi oktatást? Ki az, aki megszervezi a munkát? Ki az, aki gondoskodik az ásókról? Ki az, a... Na, azért nem. Jobban belegondolva, persze, fel, de, de figyelj, Hát ilyen nincs. Vannak költségei, valóban ennek vannak, vannak költségei, költségei. igen. De mondjuk azt az, miért az nem állja az önkormányzat, önkormányzat, a, főványzat, a főványzat. Az önfőváros. Ezt akarom hogy kinél volna, persze. De lehet, hogy ez a kata, ez lehet, hogy a karácsony nője. kata a karácsony nője. Milyen kata? Hát a kata, akinek a általa meg nem nevezett uh, Hugo küldte a... Ja, kedves Kata, ez volt a sze... Kata. Aha, aha, kedve. Nem, hát a, a fővárosi önkormányzatnál van egy főpolgármester helyettes, aki a város... Ja. A, a, milyen, milyen Tüttő Kata? az a nagy jó aki lovagol a tengerből kifelé. Azt nem tudom, hogy hol. De hogy nagy ennyit se tud. Nem. Nem. Kata, egy nagyon, fej lovagol ki, csinos lovagol ki a tengerből, lobog a haja, és ez azt mondják, a hogy sokat adta. dolgozik, azt mondják, hogy sokat, sokat dolgozik. dolgozik. De ez komolyan van, uh, igen, az, 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 az a híre, hogy sokat dolgozik, és, egy, hogy, és egy, hogy értelmes. Egyébként, ami pedig, tudom, hogy ezt már elmondtam, de még egyszer elmondom. Ez az önkéntesség, ettől engem kiver a víz. Képzeld el, tv 2 voltam sztár. A sztár az azért volt érdekes, mert jött egy körtelefon, hogy minden tévéket tesz, tár, menjen el támogatni egy kutyamen helyet. Hát én aztán persze, hogy elmentem. Ezt is elmesélted már. azt mondom, hogy már elmentem. a kutya e már bele, hát Itt nem van. mindenki hallotta már ezt. ezt a lényeg. Ugyanazt adjuk le. Fog színűvel, már be. Az m 5 kifelé kellett menni. A, ezt a részletet akkor nem mondtad. Terep, de m 5 kellett. nem mondtad. m 5 kifelé a Volvo terepjáró hátulja 8-10 kutyatápszeres zsák volt benne. Dízelmotoros volt a repjáró. Igen. De sem mondta. És akkor egy, 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 egy sáros úton mentem a kutyamenhelyet. Ez is lényeges. Egy réten körben luxuskocsik. Soha nem felejtem el az első ö, ö, kutyánál, fényképezkezett a, a, a John. Mondhatom tovább a történetet? Két bombázóval. Igen. Két bombázóval. Te megálltál a Volvo terepjáróval, Én a vízelmotoros nagy miért Volvo terepjáróddal. El? Elmentél talicskáért. talicskáért. Miért? Elmentél, hogy oda vidd a kutyakaját, amit vásároltál a saját pénzed, de nagy Ám de nem derült ki. Hogy nincs talicska. Nem! Az, hogy senki Volt más talicska. nem vitt kutyakaját. Senki, senki, nem más vidd. kutyakaját. Senki, senki más nem Csak a Delhúza John úgy mesélted csak a két Nem hozott senki kaját, mesélted a múltkor csak a ja. két nőt. Hát hát érted. Szegény Delhousának most is van egy sokkal fiatalabb felesége, úgyhogy annak nagyon nehéz Jaj, az életen. hát én azt kiírtam. Te mi energiát megsporoltál, hogy maradt, kiírtam, maradt melletted a havasné? De nem az, hanem, hanem olvastam, hogy melletted. a Delhuza 44 éve fiatalabb mennyasszonyával tervezi a Igen. esküvöt, Igen. és ö, két opció van, egy. Vágtató lovon, vagy megéli, vagy nem. Vágtató lovon lovagolnak a pap középen, és így mondanak igent. A másik, hogy kiugranak egy repülőből, és mielőtt kinyitnák a az, az a 44 éve fiatalabb hölgy ránéz a papra, a pap hogy igen, igen. Most nem mondod komolyan. de. Hát én olvasom a blikket, hát ha olvasnél a blikket. A blikket. Hát. Igen. Hihetetlen. Ezeket találtak ki a Delusza. Azért tud, mikor faragna rá, ha meg is kéne csinálnia. Mert be akar kerülni a blikbe, ezért nagyon igyekszik. Egyébként egy biztos jó zenész. Egy aranyos fiú, én szeretem. Aranyos, Na, de hát egy majom, hát egy majom. Hát mason. ahogy ott gogolt a, kivet kivert kutya mellett a két sajjal, hát én hogy, jön, hogy jutna ez eszembe? Én meg ott toltam a kutyatávszert, a taricskán. Egyébként, hogy hogy működnek ezek a, működnek ezek a testbeszéd dolgok. Tehát amikor a két, sajra, a két sajról kezdtél el beszélni, akkor így félve, így egy kicsit sunyítva a fejed, kinéztél a, az asszisztensedre, hogy női szemmel mit szól hozzá, hogy, hogy a csajokat ilyen pejoratív értelemben említett. Azt hogy érdekel, hogy amit gondolna. Tudom, hogy nem érdekel. Na, senkit senki. De hát azért nagyon, nagyon, nagyon nézett, hogy, hogy bár Ami szóval, a véleményed a, 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 arról, a Dolor, hogy egy, Beszéljünk egy... a Dölorról már egy kicsit, mert az öreg hülye, az, az öreg hülye sztár a, a a dél hát a... el, hogy a Havasné még mindig szerelmes bele? Hát én nem csodálom, az egy olyan jóképű férfi, majdnem o. olyan, mint te voltál. De a szem, szempillája nem olyan szép, mint a tiéd volt. A, nem, hát. Ö, Ezt mondta nem, magára a hogy szép nem, a szempillája. Nem, nem. Egyszer, egyszer volt egy szavazás a, a legvonzóbb magyar férfi. És akkor te voltál az is? Nem, első tízben benne voltam, nyilván. Egyébként ez... a szavazásra lenne a Lotto 5 azt de, is tenyéknéd meg. Ne, ne. Na. Olyan népszerű vagy. Szere, szerelmes a havasni, hogy volt, bent voltál. A, a, a Dölanról akartál beszélni, de róla is tegyed voltál Tudod, be. melyik volt a legjobb kép? Most ezt olyan mondom, hogy a, 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 a szerkesztőnek mondom, hogy ezt a képet meg kéne keresni az interneten, és feltenni, bevágni. Arról. Képzeld el. Mick Jagger Ja, igen, a, 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 igen, ott is a nő lesek akája Mick Jagger. Mick jagger így lesz szarja az a nő. Hárman ülnek, egy, hárman, már? hárman ülnek. Igen, de ki volt az? Nem, egy, egy, egy sztár volt egy. Nem, egy szinten szerintem nem. az, azt ott ki lehetett? Én ének. Na, elmondjuk el a történetet, tudjuk, hogy középen ül egy nő, egyik oldalán a Mick Jagger, másik oldalán az Alan És a nő így? Az Alan Igen. A, a Mick Jagger Ahogy a havasnét annak idején rám nézett így a, Nem meséltem? Nem. A Havasnék, kérlek szépen. Nagyon sajnálom, nagyon nagy A Bacsi Zsilinszky úton volt uh, tanuló. Uh, smi nem sminkes, hogy hívják aki Kozmetikus. a... Kozmetikus. igen. Akkor innen van neked ez a becsipődés, hogy neked sminker, igen? Igen. És többször is... Neked sminkes kell, Többször nem smink? is őben átvittem a városligetem. Néha megállt... Hát a szélétől, tehát a... a, 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 a... Az úttesten átvitte. A Lendvaj utca magasságából vittem át egészen a, 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 az M3-as bevezető szakasz. A karodban? Hát karodban. Az több száz méter. Hát nekem mondod, de mindig megálltunk egy padnál. Mindig azt mondta a édesem, pihenj egy kicsit. És akkor megálltunk De a mi a francnak vitted a, a kezedben? Nem, mert udvaroltam és így, te így udvaroltál. Aha. Oda mentél egy csajhoz ezt felkaptad, és átfutottál ja, vele a megnéztem, hogy hány Hú. kiló, akkor Hú. még a havas. Most már nem vinném. A mindegy. Hol ott, hogy átvitte, de az ellendőrön tetszett neki. ott de És az ellen, de most is szerelmes bele. mert egy nagyon jó külső Nagyon egyébként az a borzasztó, hogy én nekem volt szerencsém vele vacsorázni, meg a Claudia kardinálével, amikor itt voltak a Friderikussóban, és a pasas az egészen sugárzó, tehát azért nem véletlen, hogy ő, hogy ő ekkora sztár. Na, de azért voltak sötét dolgok a, 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 a fiatal korában. Ugye, Jugoszláv származású, nyilván szerb testőre volt, az valahogy belefulladt a medencébe, a másik testőrét valahogy éppen leszúrták, azon kívül a Dallon volt fiú prostituált, na, szóval azért, Dallon. na, Dallon. Igen. De figyelj, de az, és mostani hát balhét olvastad a bolhát? Mostani hét olvastad a blikben, mert ezt a blikét, meg azt hiszem, hogy gondnokság alá helyezték, nem, most már 89 éves, vagy 88 éves azt hiszem. Ja, Igen. És a, a, a Ott gyóg, csúnya dolgok voltak. A gyerekei Volt él. valami ázsiai származású házvezetőnő, aki előadta, hogy ő élettárs, akkor azt a örökösök nagy nehezen kirakták. És több gyerek van, most már egyik meghalt, igen, a de az meg unokák is, mit tudom, én, szóval borzasztó. És akkor a gyógykezeléséről volt szó, és kirendelték a gondokot. Franciaországban ez nagyon jól működik, ez a gondoki rendszer. Tényleg, egyébként sok minden, jó, a szociális rendszer jól működik Franciaországban, és talált 70-valahány lőfegyvert a, a házában, ilyen, ilyen mágiának összehalmozva, és egyre se volt engedélye. Úgyhogy most, és volt egy lőtér a házában, úgyhogy azért volt neki valami mozgás a fegyverekhez. Súlyok Tamás ö, ö, ö elnök. elnök. lett a köztársasági elnök. Róla annyit engem annyiban érdekel, amit, mert vagy, ugye félig meddig Szeged, 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 nekem fontos, ott voltam egyetem, is, ott tanítottam, stb. Hát, mindegy, ő is Szegeden végzett ott, ahol én, és na tudod mi az, hogy a lófara? Mi? A lófara. Hát így most biztos, hogy nem arra az gondolok. Az a gyanú, -e. hogy hiába végzett ott, ahol én Szegeden ez a súlyok Tamás, ez a pali nem tudja, hogy mi az a lófara. Kélek szépen a lófara, a valamennyire sem, nem sem ennyire, mindegy. Szegeden a jogi kar, az jogi kar főbejárátától tíz lépésre van egy huszár, ö, ö, aminek a huszár ül egy lovon. És a lófara az, az, pontosan ránéz a jogi kar épületére. És a ló balra volt az a kocsma, ahol általában tartottuk mi tanárokat, van tanszéki és mindenki ott rúgott be. Na most, olvastam erről a súlyokról, ez nem, ez, ez, semmilyen jogászbuliban nem volt benne. Ez nem ívott, ez megállás nélkül tanult, és nem tudja, hogy mi az a lófara. Na most, a, figyelj, annak idején hát, láttad a, a halál 50 óráját? Láttam. Most, most is láttam. Hogy, hogy, hogy jöttek rá arra, hogy ki az, aki beöltözött uh, Ameri uh, hát amerikai katonákat? Hát, hogy látták a kereszteződésben korábban. Ne hülye. Megkérdezték, megkérdezték, amerikai katonákat? Persze, Amerikában egy csomó német származású fickó visszament Hitlerhez, beálltak a hadseregbe, miközben anyanyelvi szinten beszéltek angolul. Ezeket beöltöztették, és például az Ardeni áttörésnél kúcs szerepük volt. És azt a kérdést tették fel, na, múlt héten milyen baseball eredmények voltak? És mivel nem voltak képben, mert már egy-két éve eljöttek Amerikában, nem tudták. Azokat helyben nagyon lőtték. Látod a halálát? Na a most, helyen? hogyha... Tesze, Látod a halál öten hát hogy a fenében Mert amikor mennek, a, ö, De mert a üzemanyag súlyoknál... mennek az üzemanyagraktárhoz, az akkor a Telli Szavállasz ránéz a palira, aki ö, katonai rendészeti karszalaggal előtte irányította a forgalmat, és elirányította őket valahová, és akkor kiadja a parancsot, hogy lőjetek. És ez a, ez a vége volt, volt. a volt, a, a Nem ezzel volt vége, hanem leborították -e a, benzines hordot. Igen, 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 úgy, úgy van. Na mindegy, mindegy. ez a súlyok velem szembe jönne, igen, a Azt mondanám, igen? hogy mivel a korkülönbség miatt megengedném magamnak, mint... Idősebb vagy, vagyok, velemékkorú. Dehogy is, 60. Hát 56-os. 56 na, azért mondom. Hát én meg 57-es vagyok, velem egykor. Mit érdekel, hogy te hányos vagy? Nem. A lényeg az, hogy... A lényeg az, hogy na nem érdekel, azt mondanám, akkor ne tagad, Azt mondanám, ne... na kolléga, milyen szobor volt a, a jogi karsz, bejáratával szemben? És onnan balra, egyébként az Ágnes... Semmivel nem lenne jobb, hogyha te választanád ki a köztársaság elnököt, mint az hát, Orbán. aki nem tudja a szegedi az, hát hogy a lófara... Fara, de a lófara, holgat... a lófara alapján, őnek legalább kocsba, van valami szempontja. Tudom, hát Ő meg azért, Így hogy kiír alá neki mindent. Na mindegy, szóval maradjunk annyiban, hogy egy szegedi jogász, aki nem ivott hajnalig a lófarában, az de PhD-t valamikor 53 éves korában csináltam meg, ha olvastam, úgyhogy azt nem értettem, hogy milyen... A Lenkovics Barnabás volt azt hiszem a témavezetője. Nem, a Izé volt, a, aki, ez a, aki most lett az Alkotmánybíró helyette, és aki igazságügyi miniszter volt, te tudod a nevét. Ő volt a, Ő volt a témavezetője. Ő volt a témavezetője? Igen. De figyelj, Herik, de... Uh... Most én meg én felejtettem a dolgokat. témavezető olyan témákban, ami kezdődésem nem volt. Hát, komolyan. Hát, szerintem mindegyikben. Tehát, azért bocsánat, elnézést. Erik, figyelj, azt szeretném tőled még... kérdezni, menjünk vissza a magyar Péterhez egy kicsit. Menjünk. De most a magyar Péternek ugye most vannak olyan meglebegtette, hogy pártot alapít, olyanokat, akiknek semmilyen kötődésük nincs. Ez mikor? Ez egy ez mai, ez egy mai, ez egy mai, mai, ma nem. csütörtök van. És ö, nekem és... egy megbeszélés sem volt. Ja, igen, neked üzleti megbeszélés, holnap temetik uh, holnap temetik Navalnyi. Na, itt álljuk. Majd, mindjárt. De, Majd ne, például, ne, a meg. mindjárt álljál. De ne, a, ne, álljunk meg. Tegnap a Navalnyi özvegye az Európa Parlamentben mondott beszédet, dübörgő taps, felálltak. Ki volt Melyik volt az a frakció, amelyik nem jelent meg? A Fidesz, a Fidesz de ezt a, ezt a mi és hazánkot... A parlamentben és a parlamentben. Igen, nem térjünk vissza Nem álltak fel. Magyar Péter... nem álltak Igen. fel a Szeretnék parlamentben. erre kitérni. Lány, Igen. Mert hogy soviniszta, Jó, azt mondta, hagy, holnám, amikor, hagy, hagy azért nem álltunk fel. Magyar Péter zárjuk már le, és Na. egy mondattal zárjuk le, és akkor visszatérünk Navánéra. Hogy azt mondja most, vagy azt írja a BIK talán, hogy az ellenzék, a magyar Pétert Fidesz ügynöknek titulálja. Nem pontosan idézem. Tehát, hogy ez valamilyen fideszes mester mesterterv arra, hogy. Ezt hogy ki mondta? Az ellenzék. Ilyen ellenzéki hangok vannak. Hát, Tehát ennek nulla a valószínűsége van. Ne, nem, hát ez egy baromság. Szerintem hát ez egy hülyeség. Na, akkor vissza a Naválira. De mert... szerinted bocs, ez nem Akkor szerintem a magyar Péter mit ad most itt elő? Hát nagyon, nagyon szomorú, de be kell abba a narratívába csatlakozni, hogy ő sértett. Tehát ő nagyon sértett, és megérezte azt, hogy mekkora ereje van most, mekkora ereje van most, mert az a kétmilliós megtekintés, amit a partizánon magáénak tudhat, az, az példátlan. Tehát az tényleg példátlan. Ezt is elmeséltem, de elmondom még egyszer. A Vasas pályán volt egy Újpest MTK kupadöntő. És én általában nem szoktam beállni a Újpesti lila kemény magba. Akkor sem. Előtte állt egy papa a kékfél sáras tudom, de nem az a lényeg. A lényeg az, hogy zsidózni kezdtek az újpestiek, akiket soha nem fogok megtagadni. Tehát egy pár idióta zsidózott, plusz bedobtak egy libát. És nagyon csúnya üvöltözés volt. Tehát az újpestieket volt. nem fogod megtagadni, de azzal, hogy zsidóztak, mérhetetlenül nem értesz egyet. E, mégis, mm. sőt, életemben először és utoljára írtam egy kis cikket a, a népszabadságban. Én a népszabadságban. Jézus. Na mindegy. És abban a kisfiútól kértem bocsánatot, és, és az volt a dolog lényege, hogy én továbbra is újpesti vagyok, mert a Fóti úton születem, és, tehát nem leszek egy Orbánhoz, egy, egy, egy Orbán típusú áruló, aki felavatja Újpesti létére a, a Grupa marina ma mindegy. És és, 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 és és szerintem a Magyar Péter úgy járt, mint én, a zsidózó Igen. néhány idióta, Igen. mert nem álltam az Újpestiek, az a néhány zsidózó undorító figura, mint mit tudom én, a Rogán, a Vejünk, hát már a Népveje, vagy mit tudom én, meg az összes gazember, aki ott, ott lődörök, aki ott ül Igen. néhány milliárddal az asztal mellett, amit mond a Magyar Péter, hogy ezt nem. Besokalt. 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 Ezt ezt Egyszer azt mondta, hogy elegem. Újpesti van. vagyok, de ezt nem. Hát ezt tudod, milyen? Most képzeld el, hogy a Magyar Péternek mondjuk barkóbáznia kellett volna Kubatov Gáborral. Babazd meg. Vagy mondjuk a repülőn együtt fejtett a Ez egy, nagy, egy nagyon rejtőt. bonyolult asszociációs kapcsolat volt. Tehát ez nekem már sok. Mi az, hogy Magyar Péternek barkobázni a kelet volna Kubatov Gábor. Hát az -e valami elme munkát feltételez, nem? Nem? nagyon ne feltételez rólam elme munkát. Figyelj, Henrikem, értem, értem. Szerintem is a Magyar Péter egy nagyon A jó, érdekes. volt hát, nem is voltál egyetemi docens, mint én. Hát úgy lehettem volna, mint te. Tehát úgy én is lehettem volna, barátom. Szóval... <laughs> De azt meséltem, Nagyon hogy miért nem kaptam. az, nem, kaptam. nem. Az azt nem... De... Most ne, én meg nem kapok levegőt, úgyhogy nyugodtan De azt meséltem, beszél. hogy miért nem kaptam kitüntetést, amikor nyugdíjban mentem az egyetemről. Eleget? Nem. 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 Kérdez, de, hogy a német Kire rezső... számítottál egyébként? A Pro univerzitát Ja. Igen. És akkor felhívott a, a rezső, a, ja, a, a német rezső, ő akadémikus volt, lektor, és azt mondta, a Henrik baj van. Mondom, mi a baj? Most az a hogy azt mondtad a tévében, hogy a Szent Egatai professzor példáját kéne követni minden tudósnak. Mert a Szent Gotai azt mondta nekem egy interjúban, hogy ült az akadémián, és szemben ült vele egy másik akadémikus, akinek csöpögött az óra. És elaludt. És hazament, és egyből hívta a feleségét, meg a, meg a családtagokat, hogyha észreveszik, hogy csöpög az óra, vagy már nem egészen tudja, hogy uh, mi, hol van, akkor zárják be. Ne engedjék ki, mert intézetvezetőként emberi sorsokról uh, és súlyos pénzekről kell dönteni. Tartsák otthon. Erre azt mondta nekem a, a rezső. Figyelj, Henrik, én felter, felterjesztettelek erre a díra. Tudod, mennyi esélyed van arra, hogy megkap? Van, már. Te nem tudod, hogy hány akadémikusunk van? Ha, szóval 14 vagy 17, nem tudom. Azt mondja, na, mindegyik telefonált, hogy szemét kettél velük. Mondom, nem külön-külön. Igen, a csapatomáknak csöpög az óra. Ezt te elmesélted már egyszer, és én is elmeséltem azt, hogy nekem erről mindig jut eszembe. Mi? pedig nem olyan olvasott, hogy ez a, a Déri a 141 perc a befejezetlen mondatból, ahol azt írja, hogy az öregségnek két kritériuma van, az egyik az, hogy elcsöppen az órod, és nem veszed észre, ez az egyik. És a másik meg az, hogy összesöpröd a morzsát az asztalról, és bekapod. Ez a másik jel az öregségnek. hülyeség. Nem kell az hülyenek lenni, hogy bekapjam, és simán bekapom. Nem kell öregnek lenni, hogy bekapjad. de a morzsát simán. És az órod már csöpög? Az nem. Hát akkor még van hátra néhány pár. Egyébként, de jó kinek csöpögött nagyon érdekesen az hát nagyon érdekel. Írtam könyvet, mondd már be. Írtam könyvet. A kelemen, nem, a Molnár Anikóról. Most a Molnár Anikót egy alkalommal Albert Monakói herceg vitte haza, ö, a Pomázi ö, házába, ami egy echte vályokház volt. Lassabban. És Az Albert Monakói, Monak Monakói volt herceg, itt? Egy, egy, egy a Dunán rendeztek egy partit, egy hajón, Anikó kiszállt, Albert megkérdezte, hogy hazavért-e, Mondta, hogy igen, Erről hátul rendőrmotorosok, elaludt az Albert, a feje így rajta volt a, 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 az Anikó vállán, és csöpögött az óra neki is a, a nyakkendőjére. És akkor megérkeztek poházra, haza akartak kísérni. De az Anikó meg nem akarta, mert hogy egy bocska vályokházban lakott a mamájával, meg a sok kutyájával. És Albert nem volt akadémikus. Na, ezt kapd össze. Oké, okay. na, Navalnyi. Tehát ugye ez vasárnap, vasárnaptól látható ez a, ez a műsor, és pénteken tevetik... Melyik műsor? Ez, amiben most itt beszélgetünk. Ja, azt most hittem a na, És a na Navalnyit meg pénteken temetik, akkor már eltemették. Oszkvában. És, És akkor térjünk vissza erre, hogy hogy ugye a parlamentnek volt ez a tavaszi ülés. De volt a -e Moszkában temetőben? Nem, én, én egyedül a, a, a nem Oroszországban a csak, csak, A, domod a temetőben Brumel, tudod ki, volt? tudod ki, volt? Brumel? De kit érdekel, hogy én világbajnok, olimpiai bajnok, világsúgató, hasmát ugrott, ne, ne 225 centi. De várjál, de mellette volt, képzeld el, a segíts már ki a gagarin, és a gagarin, ki a gagarin, le. a gagarin, a gagarin, nem mindegy, Skafanderben volt, megmintázva a kőből. Skafander. Hoztam neked valamit, déla. Skafanderben na, Ez ezt vett fel. De hát tudod, mink, neked. Ez nem neked volt. Hoztam. Ilyen, ez neked való. Tehát ezt, ezt, nem voltam Moszkvában, Leningrádban voltam, innen ezt hoztam. most elmondom, hogy mi jut eszembe erről a színről, akkor megint kivágnak minket. Hát mondd úgy, hogy a meleg barátaid. Hát hidegben ez nagyon jó meleg. Hidegben melegít, így van. És hát itt van ez önkényuralmi jelkép. Sisák Imre az elődön pásztok polgármestere fel, feljelentést tett, mert a karácsonyfának volt egy csúcsdísz, amelyik csillag alakú volt, és önkényuralmi jelkép miatt. Henrik, így, így Henrik. Kit érdekel a Sisák Imre? Így ide tartom, és akkor így össze tudod hozni képben, mintha rajta lenne. Hát, Na, szorakozzál velem nem. Állati talán egy darab, nem? Egyébként drága volt, Szentpéterváron vettem, Moszkvában nem jártam, és az a, az a, az a rossz érzésem, hogy már nem is fogok eljutni oda, mert... Akkor gyorsan, a elmondom, jelenlegi gyorsan elmondom, gyorsan elmondom, háromszor voltam Oroszországban, Szovjetunióban. Egy, 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 egy ország kíváncsi a erre. A 70-es években Moszkvában bontottak egy hidat, felüljárót, és a légkalapáccsal nők dolgoztak. Én még ilyet életemben Hú, sem. Ez nagyon rossz látvány. Én azt hittem belehalok. Ott helyben. Ezt ismerem. Kész igen. vagyok. Voltam a Brezsnyev időszakban, 86-ban. Akkor ö, egy ö, olyan, ö, a Moszkvai vit nem tudom, mikor volt, valamikor 50-es években, Kérlek. egy arra épített hát a kollégiumban szálltunk meg, képzeld el, hogy a gőzfürdőbe lehajtottak minket, és egyszer csak bevonult száz kiskatona, orosz kiskatona, és ott mesztelen revet köztek, és mentek be a, a gőzbe, és a kapcájukat odadobták le elénk, életemben nem felejtem el. És aztán voltam 2004-ben, az már a Az már a, gor, a, gor, az már a Putyin időszak volt. Igen. Putyin időszak volt. 2004 már Putyin? Figyelj, Henrik, tehát akkor a, volt az országgyűlésnek a tavaszi ülésszaka. Egyébként kitöltöttem a tesztet, hogy hogy megkapnám-e az állampolgárságot, mert egy, nem tudom, húsz kérdéses tesztet kell kitöltöm, és egyet hibáztam. Az volt a kérdés, hogy hány ülésszaka van a Magyarországgyűlésnek. Kettő, három vagy négy? Négy. Hát én is... Mivel négy én, évszak van. Igen, én hármat jelöltem be, mert mondtam, hogy az nagyon átlátszó lenne. Akkor te se kapnád meg a magyar állampolgárságot. Kettő, tavaszi kettő, és őszi. Ezt, ezt tudtam, de azt Jó. hittem, hogy csalafinta vagy. Nem. De egyszerű vagy, mint ahogy gondoltam. Nem, milyen egyszerű vagyok. Tavaszi, őszi. Hát egyszerű, én a parlamenti a tudósító voltam, kis haver. Igen, tudom. Én meg, én meg a Fajék parlamenti tudósító voltam. Mi? Én is, én nagyon egyszerű vagyok, de én is voltam parlamenti Hol? tudósító. A Magyar Országházban Egyekes voltam. nem halve. futottunk A össze. azért nem, mert te később lettél parlamenti tudósító, te egy ilyen késői pályát futottál be, te késő estén végezted Na, a... itt van a szakácsárpád. Nem a szakácsárpád, de, nem, azokról a senkázikról, akiket én, ha megnyertem az ötöst, átneveltem volna. Ugye lesz még idő a Navalnyi. A ránduás. szakács Árpád lesz volt ügyető. a Media Works főszerkesztője, ugye tudjuk, hogy 2010 vagy 2019-ban, ezt mindig kevere, beolvasztották az összes megyei lapot ebbe a MediaWorks, és ez a főszerkesztő, ez a Szakács Árpád döntötte el, ugyanaz a címlap, tehát megyei, katad lapokat, megyei lapok, megyei lapok szörnyű. Mai napig. Igen. És azt mondja, hogy a Szakács Árpád, na ez a lényeg, most igen, Ő is egy kiugrott. Hát nem kiugrott. Félig Igen, félig ugrott. Azt mondta, hogy három kampányban is vettem, mint az összes megyei nap központi szerkesztőségének a főszerkesztője, hogy elmondja. Kétepenként megjelent Rogán Antal, és az akkori médiában viszonylag magas pozícióval rendelkező emberek tekintetében összehangolta a kampánystratégiákat, amelyek mentén a Fidesz politikája zajlott. Majd Rogán olyan információkat is átadott, amit a titkosszolgálatok, vagy ha azok nem, akkor magányomozó cégek, szereznek meg, és amivel a, 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 karrier, lapoknak. a lapoknak ki lehet, igen. Ki lehet készíteni igen. valakit, például Havas heriket. Igen, hát minden például. perc megnyertem ellenük. Bonát, perc. Havas és a többi. Erget. Igen, igen, igen. 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 És... De kikészítettek Megnyerte, De, de kikészítettek Kikészítette? Nem, nem hát, nem, hát kiraktak az ATV-ből emiatt, volt egy sikeres műsorod megszűnt, hát, évekig jártál bíróságra. Éves. Itt vagy kénytelen egy ilyen hülyével beszélgetni, aki senkit nem érdekel. Hát igen. Meg kikészítettek. Mondták, hát, mondta is egyébként a a, 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 család nőtagjai, hogy az eléggé, eléggé mélyre jutottam, hogy bele. igen. Igen. nekem hát is is mondták, én miniszterelnökökkel igen, Nekem is ezt mondják otthon, tehát látod? Sőt, még Gorbacsóval is csináltam interjút. Én is. Le leküzdöttem magam a Hajdu Péter után a havasig. A, a, dolog lényege az, hogy... És most, most nem hülyeskedek. Én sem. Feltörték, feltörték a laptopomat, Egy héten belül lezárt a rendőrség. Meg se nézték, ki se jöttek. De mikor, mikor, mikor történt fel a laptopot? Mikor volt Ági? Hát, 5-6 éve. 5-6 éve. És a, a, a laptopomról leszedett információkat hozta nyilvánosságra azt a pert is megnyertem, a tv 2 a laptopodat, és ezt hozták karaktergyilkosságként nyilvánosságra Igen. ellened? Igen. Amit a, la a laptopodról leszett? Igen. Mert ezt a és mondom, a rendőrség ott, azt, nem azt mondta, azt mondta a rendőrség, hogy nincs értelme, nincs lehetőség, nincs jelentősége, kész. Basszus, a rendőrség, ez erről is kell, akkor röviden a Navalnyiról. Tehát ugye nem állt fel a... Tordai Bence elkövetett egy média hacket ezen a tavaszi ülészakon. azt mondta, hogy egy perces néma felállás a Navalnyi tiszteletére. Felálltak az ellenzéki pártok, a Fidesz KDMP, igen, a Fidesz KDMP ülve maradt. És később az Orbán hozzászólt, és azt mondta, hogy ez nagyon helyes volt, mert a Navalnyi egy sovinista figura, mert hogy a grúzokról mit mondott, Patkánynak nevezte a grúzokat, és egyébként meg nyugodjon békében, és ezzel lezárta. És én ezt még azelőtt kiraktam a Facebookra, mielőtt az Orbán reagált volna erre a felállásra, hogy ez micsoda szégyen, és mai napig is szégyennek tartom. És azóta vannak cikkek, hogy mennyire volt soviniszta a Navalnyi. Neked erről mi a véleményed? Mert én tegnap éjszaka 10 és 12 között megnéztem egy Navalnyi filmet, és új információkhoz jutottam. Nem láttam. Azt tudom, hogy nem láttad, mert este 10-kor még De beszélgettünk. Egyet tudok, hogy ha ezt komolyan venném ezt a logikát, hogy Navalnyon számon kérik, hogy annak idején igen, akkor mit kezdjünk Nagy Imrével? Hát meg az Orbán Viktor alakja. Vagy mit kezdjünk Orbán Viktorral, és itt, liberális itt, 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 jön, igen, itt jön vissza az, hogy öregem, egy mocskos gazember az, aki az általa szerkesztett interjúhoz mellékelt Orbán életrajzból kihúzza, kihúzza, hogy a liberális internacionális egyik alelnöke, volt. volt. Így van. És ez a faszi, van pofája elmenni az ATV-be, a nem akartam elhinni, Csat című műsor, Igen. és ott ül ez az idióta, szerencsétlen mocskos gazember, aki így kihúzta. Igen, igen, így van. Na, ezeknek kellene átnevelő tábor helyett, Megfizetni őket, egy magánegyetem, amit én vezetnék, volt, és Én, egész csak nap kapján. csak akkor őket kapnak enni, ha felmondják a BBC etikai kódexét. Hiába mondja Érted. fel, hát hiába. most is tudná, hát nem buta gyerekek ezek. Na hát azért. van amelyik da, nem az az buta. Henrik, Orbán Viktor azt is... Hogy uh, hívják ezt az űrgét? Hát melyiket, mert annyi van már. Ne reklámozd már őket, tényleg ne Nem is, de ne őket figyelj. Nává, ezeknek elmondom? vannak családtagjaik, Igen. apjuk, anyjuk. Ajánlom mindenkinek azért... Hát ég... azért gondold már végig hát nagyon szégyenkezhetnek miattuk, hanem ugyanolyan tökfejet meg jellemtelenek. egyszer a Bohár Dániel azt írta nekem SMS-ben, hogy igenis büszke rá az apja meg az anyja. Hát figyelj, hát igen. Na, hát azért. Hát azért. jó, na. jó. Uh, Herik, um... Navalnyi, tehát megnéztem ezt a Navalnyi filmet az HBO-n, nem tudom, hogy korábban ott volt-e, mert ez arról szól, hogy amikor megmérkezték, csak én nekem most dobta fel, amikor megmérgezték, akkor, hogy hogy a hozták repülőn. őt kor, repülőn, hogy, hogy, és hogy hogy derítette ki azt, hogy hogy ugratta be a KGB-seket, vagy nem tudom most, hogy hívják őket, akik megmérgezték. Tehát az egyik, egyik merénylője elmondta neki, hogy hogy mérgezték meg, mert ő kiadta egy parancsnoknak magát. Nagyon jó a történet, és ott ah, Emlékszem. Érdemes megnézni, a sztori miatt is érdemes megnézni, meg egy állati érdekes figura, szimpatikus is, okos is. Na eh, igen. De van egy mondat, ahol pont erre reagál, hogy, hogy 15 kérdést tesznek fel neki mindig az újságírók, és az egyik ez a Sovinista szál, hogy amikor ott volt a fasisztákkal együtt egy tüntetésen, meg amikor ezt mondta, meg azt mondta. És azt mondta, hogy azért, amit mondott, elnézést kér, és megkérdezték tőle, hogy most is elmenne arra a nacionalista-fasiszta tüntetésre. és azt mondta, hogy igen, mert az egész országot akarja vezetni, és neki ezekkel is le kell ülni, beszélni, és ő nem így gondolkozik. Ez a, ez a Havas Herik a, a, a zsidózó meccsen, amikor a saját békezepét ja. elítéli. És, és teljesen értető a dolog, és hogyha ezt az Orbán Viktor miniszterelnök úr nézze meg ezt a filmet, hogy milyen egy milyen egy ember, milyen egy politikus, és igenis kiár neki a tisztelet. És hogyha, hogyha kettőnk közül nem én mennék el előbb, én biztos, hogy felállnék Orbán Viktor tiszteletére egy percre, bármennyire is rossz véleménnyel vagyok róla. Mert kiár a tisztelet, az embernek kiárat A még kapcsán a fehér inges fickó jutott eszembe? A, ilyenem A téren áll egy fehér inges bevásárló szatyora. Igen, a Tiananék bevásárló szatyora ott áll egy fehér inges srác, és megállítja a tankot. És azon gondolkodtam, hogy hogy kik azok, akik, akik mert ő nem tüntetni ment. Nem. Nem. Gorbacsov akkor ő ment És Hát, hogyha igen. itt is lesz glasnost, mert itt, tudom én. És rájöttem, hogy nem tudom, hogy én, én odaálltam volna a tank elé. Lehet, hogy abban a felfokozott idegállapotban, igen. Egyszer megkérdeztek tőlem. Nekem benned, ez benned van. Egyszer megkérdeztek tőlem, hogyha 56-ban lettem volna a rádiós, akkor milyen sorsom lett volna. És akkor azt mondtam, hogy hát hogy én magamat is nem kurva is tudom, hogy nagyon agyon volna. Vagy így vagy úgy. Vagy így vagy úgy. Igen. Ez, Ezt szép válasz, vége. három, de, 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 három héttel, ezután, hogy ez a kép elkészült, én három héttel később ott voltam a Tienem mentéren Pekingben, mint TV tudósító. Kéverkeleten kell ejteni, hogy CNN CNN én, így ejtem, de hát a Youtube-ot is rosszul ejtjük, mert Youtube-nak ejtjük, és Youtube, de mindegy. Tienem mentéren. Nem tudom, hogy hogy kelejteni. Hogy kerültél Mentem tudósítani, a TV2-nél dolgoztam. És a Halla mentünk riportfilmet csinálni. Hát röhögjél rajta, de a, a CNN után mi voltunk a második, akik onnan tudósítottunk. Hát ez röhög rajta. Azért, mert ő akkor még nem mehetett ki a Bródi Sándor utcából se. Téged, 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 Le, a, téged a rádió, a Calvin tére nem küldött ki, mert annyira rossz riporter voltál, én meg ott voltam a TNM téren. Na! Hát ez a különbség kettőnk között. Meghalok a rövégét. Hát halljál már, mert valamitől már halljál. Ha arra mert. jött, ma ott Hát ez hogy... Az életemet kockáztattam, hogy forgatok, te szerencsétlen idióta. Ma itt Győzött a forradalom. Itt van a dövsöd. Mondhatok olyat egy nálamnál idősebb táncsisdias kollégára, hogy ez egy barom. Vagy nem? A dögysődik ott ilyen áll ment. Ilyen áll ment, tényleg, mert ezt is ott mondták neki, hogy csillag. Sőt, nem moce tunk, hanem moce tyúk. Nem lehetne a havast defoliázni? Hát egyszerűen erkölcsönben. Hát én beszarolok, moce tyúk. Mert ilyen áll ment. Azt mondja, mert... én jártam, hogy ilyen áll ment. El. De nem ilyen áll Erik. Ma Jól lezárjuk ezt a dolgot. Nagyon vigyázz, mert a te korodban ez már tényleg valós veszély. Tehát nagyon ne röhög. jó, Maradunk ebben, havas meg, gyógyul a jövő hétig, ígérem. Nagyon fontos témák lettek valami. hogy <coughs> Tudósított a